A régi biblia fordítások rengeteg hibát tartalmaztak. Ezek sokszor évszázadokon keresztül meghatározták a hívők gondolkodását, és bizonyos tévedésben tartották őket. Ugye te nem akarsz tévedésben maradni. Ez itt a Prédikátorok vlog, én Naci Atya vagyok, mai témánk pedig ki is taposta el a kígyó fejét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai témánk nagyon izgalmas lesz, úgyhogy vágjunk is bele! Szűz Mária rengeteg képen és szobron úgy van ábrázolva, mint aki lábával egy kígyón tapos. Honnan is vettük ezt a képet? Ennek a forrása a protoevangélium. De mi az a protoevangélium? Nos, ez a bizonyos protoevangélium a Biblia első könyvében, a Teremtés könyvében található. Miről is van ott szó? Hát ugye emlékszel, Isten megteremti a világot, utána megpihen, és utána jön a megkísértés. A megkísértés ugye pedig abból áll, hogy a sátán, a kígyó megpróbálja Ádámot és Évát revenni arra, hogy egyenek a tudás fájának gyümölcséből. És sikerül is neki. Hát ez az. Ez az, amit utána Isten viszont számon kér. Számon kéri tőlük, hogy miért is ettek, és elmondja, hogy mik ennek a következményei. Legfontosabb következménye a halál. De külön elbeszélget a kígyóval, Évával és Ádámmal. És a protoevangélium ott hangzik el, amikor a kígyóval beszélget Isten. Mit is mond neki? Hát a következőt. Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé. Ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő eltiporja fejedet, te pedig sarkát mardosod. De ki az az ő? Ő eltapossa fejedet. Na de ki az az ő? A magyarban nincsenek nemek. Hát ez itt a probléma. Férfi, nő, ki tudja? Bár a magyarban nincsenek nemek, a héberben és a latinban vannak. Szent Jeromos pedig, aki héberből fordította latinra a Bibliát, ezt a fordítást nevezzük Vulgátának, ez nagyon népszerű fordítás, és nagyon elterjedt az egyházban. Szóval ebben a fordításában azt a mondatot, hogy ő eltapossa fejedet, a következőképpen fordította le. Ipsa conteret caput tuum. Ipsa. Viszont a latinban, ugye, három darab személyes névmás is van. Az egyik a hímnemű, a második a nőnemű, a harmadik a semleges nemű. Ipse, ipsa, ipsum. Tudjátok, ipse, azaz ipse. Innen a magyar ipse szó. Viszont Szent Jeromos ott ipsát ír. Ipsa conteret caputum. Tehát nőnemű, ez a névmás. Akkor egy nő tapossál a kígyó fejét. Amint említettem, a héberben is vannak nemek. A személyes névmásoknak is vannak nemei, tehát van hímnemű, meg nőnemű. A hímnemű az a hu, a nőnemű a hi. Tehát ebben a szövegben, a Teremtés könyve 3. fejezetének 15. versében azt kéne találnunk, hogy hi. Viszont azt találjuk ott, hogy hu, azaz ő. Ipse, tehát egy ipséről van szó, azaz férfiról. Szent Jeromos szövegében tehát azt olvassuk, hogy egy nő tapossa el a kígyó fejét, a héberben pedig az van, hogy egy férfi. De hogy hibázhat egy szent? Hiszen Szent Jeromos. Szent Jeromos. Jeromos mentségére legyen mondva, hogy azért létezett több verzió is. Úgyhogy ő egy olyan héber szöveget olvasott valószínűleg, amelyben ugye női személyes névmás szerepelt. És hát azt választotta, azt a szövegváltozatot, úgyhogy így fordította le latinra. Így alakult viszont ki egy nagyon érdekes Mária ábrázolás, amiről már az elején beszéltem, ugye, hogy Mária az, mint nő, aki eltapossa a kígyó, a sátán fejét. De akkor most hogy rakjuk össze ezt a kettőt? Hiszen, ha egyszer a héberben férfi van, akkor lehet, hogy Jézus Krisztus az, aki eltapossa a kígyó fejét. Hát szerintem biztos. Igazából ő az, aki meghalt értünk, aki megváltott bennünket, és aki ezáltal megtörte a sátán hatalmát. És nem csak szerintem, hanem az egyház szerint is, hiszen Jézus Krisztus az egyetlen megváltó. Éppen ezért a mai modern bibliafordítások már mindenhol hímneműnek fordítják azt az őt, bár a magyarban ő és nincs neme, de emlékezzetek arra, hogy az hímnemű. Fel kell tennünk azonban akkor a kérdést, hogy mi van azokkal a Mária ábrázolásokkal, ahol Mária az, aki a kígyó fején tapos. Viszont én többet mondok. Tudod mit? Te is ott lehetnél ezeken a képeken, ezeken a szobrokon. Te is eltaposhatod a kígyó fejét. Jézus a Lukács evangéliumában, ott a 10. fejezetben, amikor 72 tanítvány visszatér a nagy körútról, az evangélium hirdetéséből, a következőt mondja. Amikor a 72 visszatért, örömmel mondták, Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben. Ő azt felelte, láttam a sátánt, mint a villám úgy zuhant le az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, és minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyekben. Na ez az. Aki keresztény, és hisz is, nem csak megkeresztelt ember, hanem aki hisz, aki tényleg Jézus Krisztussal él, annak hatalma van az ördög fölött. Nem azért, mert ő olyan hatalmas, hanem azért, mert Jézus Krisztus hatalmas. Ő a megváltó. Ő az, aki legyőzte a sátánt, és hogyha mi vele vagyunk, vele élünk, akkor az ő hatalmában részesedünk, és hát Jézus édesanyja, Szűz Mária nagyon is részesedett ebben a hatalomban, hiszen ő a szeplőtelen szűz, a bűn nélkül fogantatott, akinek igenis hatalma van arra, hogy a kígyó fején taposson, hiszen ezt a hatalmat fiától kapta. No, mára ennyi volt. Isten áldjon benneteket!